Házipatikai módszerekkel tulajdonképpen minden beteg, minden görcs valamilyen szintig gyógyítható. Alapvetően két gyógyszertani csoportot célszerű ilyenkor használni. Az egyik a görcsoldók, és én azt javasolnám, hogy ez legyen az első szer, amihez nyúlunk. És tegyük ezt azért, mert ha a fájdalomcsillapító hatású gyógyszereket választjuk, akkor ha ez a betegség előre megy, és előbb-utóbb sürgősségi ellátót vagyunk kénytelenek igénybe venni, akkor a fájdalomcsillapítók maszkolják a tüneteket. Ezzel szemben a görcsoldó relatíve gyorsan el fogja azt dönteni, hogy egy izmos falu szervnek a megváltozott működése, fokozott összehúzódása váltja ki a tüneteket, ugyanis a görcsoldó elkezd 20-30 perc alatt dolgozni. Ha megszűnnek a tünetek, ez egyébként a diagnózis felállításában is nagyon nagy segítséget nyújt az ellátó orvos számára. Azoknál a betegeknél ne alkalmazzunk ilyen szert, ahol figyelemfölhívó tünetek vannak, ebbe az esetben azonnal orvoshoz kell fordulni. Ilyen például a jelentős fogyás a tüneteket megelőző 6-8 hétben. Jelentős fogyás legalább 4-6 kilós fogyást jelent körülbelül 2 hónapos időperiódus alatt. Abban az esetben, hogyha a hasi görcsök folyamatosan progresszíve romlanak, egyre erősebbekké válnak, ha láz jelentkezik, akkor, hogyha a beteg székletében vagy vizeletében vér jelenik meg, a székletben megjelenő vér lehet fekete, ha emésztett vér, vagy pedig friss piros vér, hogyha az alsóbb tápcsatornából emésztetlen formába távozó vér jelenik meg. És minden olyan esetben kérjük orvos segítségét, és ne elégedjünk meg pusztán csak a gyógyszerésszel, ahol a beteg kifejezetten elesett állapotú rossz benyomást kelt. Ilyen esetben mindenféleképpen orvosi diagnózis és vizsgálatok elvégzésére van szükség.